Szevasztok gyerekek! Elindult a felvétül. Hát, elindult az idei felvétül. Ja. Nem gondoltam volna azért, hogy lesz videó, mert kicsit már úgymond, nem azt mondom, hogy késésben vagyok, de hát igaz, még előre nem tudom. De majd meglátjuk, mennyi idő lesz ez a videó. Vlogocska. Már annyira nem nagyon akartam úgymond vlogolni. Ja. Mert már volt így fürdés, meg stb. Ez most ilyenkor meg már főleg nem megyek ki. Amúgy meg. De most nem is ez a lényeg. Hanem, hogy a tegnapi videóhoz volt egy olyan komment, hogy nem lehettem úgymond szerelmes mindkét lányba, max az egyikbe, de max, hogy maximum mozdultam hozzájuk az egyikhez. Hát nyilvánvaló, hogy az egyikhez mozdultam, hogy ahogy írtad, hogy írta, meg hogy kérdezted, hogy egyáltalán, hogy én érdeklődtem kedvesen, hogy hát, hogy lesz hogy találkozó, vagy valami, vagy bármilyen hasonló. Hát néha napján volt pedig, hogy kérdeztem, meg minden. És akkor úgy volt, hogy lesz, mindig ez lett mondva, de végül utána nem lett egyáltalán találkozó sem. Pedig ugye már nem láttam már őket, vagy 3 éve, és pedig úgymond volt Debrecenben meg minden, de az egyik, de sose látogatott meg. Mármint azóta, mióta úgymond, hogy nem iszok. Szerintem akkor nyilván mindenki érti, hogy mi van. Úgy vettem én észre mi is modellal, ahogy beszélgettük ezt a dolgokat. Meg ahogy írta is egyszer az egyik videóban, írta is az egyik kommentelő, hogy miért nem úgymond nagyon foglalkoznak úgymond velem. Inkább ezt nem mondom, aki írta, az úgy is tudja. Jó. Szóval én próbálkoztam kérdezgetni tőle, meg hogy ugye ezt a videóhívást is, ezt a beszélgetést is, de egyszerűen nem. Szóval nem úgymond olyan, nem előttetem próbáltam, én csak időnként, amikor így beszélgettünk, írtunk, meg minden, és akkor időnként volt, hogy próbálkoztam kérdezni, hogy nem lehetne találkozom, mert már rég láttam, meg ilyenek. De hát egyszerűen nem azt mondta, hogy nem, csak hogy majd lesz, meg így, meg úgy, majd. Abból a majból már eltelt 3 év is. Úgyhogy, hát mondom magamba, vagyis hát modellnak is, hogy hát oké, majd. Hát akkor ebből majd éltütek, szóval nem erősködtem én meg minden. Hanem, hogy tényleg próbáltam szépen, amikor tudjátok, beszélgettünk, mert minden írtunk egymásnak, és akkor időnként megkérdeztem, meg ezt ugye a videóhívás is, meg ugye amit mondtam rég a videóban, hogy ez is volt mindig állandóan, minden nap volt, szinte már nem mindig volt úgymond téma, de azért mindig beszélgettünk. Ja. Na mindegy, hát azért mondom, hogy én próbálkoztam attól függetlenül, hogy írta is az egyik kommentelő, hogy nincsen úgymond önbizalma, meg hogy nem is tudom, mit írt még. A vőzőbe önbizalmat azt írta, azt tudom. Jó, az tény is való, hogy biztos, hogy nincsen, ezért is úgymond félek a nőktől, hogy próbálkozni is, mert ugye volt, mondom, egy-kettő Facebookon szoktak rám írni, hogy Mizu, hogy vagyok, csak hát ugye én nem tudok mit írni, mert nem vagyok az a nagy dumás, hogy mondjam ezt, hogy nem vagyok ez a
Hát, na, értitek. Szóval szoktak élni, vagy a múltkor is valamelyik nap írt egy csaj, és néztem is, hogy értitek, jó néz ki, mert minden is. De, és mondom, láttam is, hogy biztos, hogy nem kamu, mert láttam, voltak ismerősei, volt egy jó pár ismerős, mert lakott ki képeket, gondolom biztos nem kamu. Ugye múltkor is előbb beszéltem annól, hogy én nem nagyon meleg Facebookon ismerkedni se, amúgy se Facebookon, mert nem lehet tudni, hogy most kamu vagy nem. Nyilván ez olyat észre lehet venni, mert például múltkor is volt olyan valaki, olyan bejelölt csaj, állítólag, és még csak egy napja volt, hogy csinálta a profilját a Facebookot, mert hogy egy napja rakta ki a képét is, meg minden, és nem volt ismerőse. Na, az olyan nyilván, az olyat nyilván mindenki tudja, hogy na az, az biztos, hogy kabu. Jó, nem biztos, lehet, hogy most csinálta tényleg a Facebookját, az is meg lehet, nem lehet ezt tudni. Ezeket a dolgokat. Ja, de azért mondom, hát tényleg nem tudom, hogy hogy lehetne az ilyet. Jó, ahogy írta is, írták is egy páran, hogy a munkán, a munkahelyen lehetne a legjobban ugye ismerkedni, mert munka közben nyilván vannak munkahelyeken is nők, akik dolgoznak ott, attól függ, csak közben leskelődik. Jó, kukucs, kukucs. Ja, azt arra felmondom, hogy ja, az is igaz, hogy ott is meg lehetne olyan akkor ismerkedni, ha persze az illető akar, vagy valami, de még oda menni sem mernék, amúgy sem. Mondom, akkor Kecskeméten voltunk nyaralni, mikor jöttek a csajok a kocsmába, úgy lebegtem, meg minden ízadtam is, minden bajom volt, jó nyár is volt az, de akkor is, igaz nyáron amúgy is ízadok, de láttam magamon, hogy szinte akkor láttatok volna, hogy ja. Azért mondom, hogy de hát így nehéz, mármint nekem. Még ha tényleg lenne, aki akarna úgymond ismerkedni, csak én nem nagyon tudok, mert nem nagyon tudok úgymond nagy dumákat mondani. Mármint, hogy ugye a legtöbb, legalábbis a legtöbb, úgy hallottam, a legtöbb nő azt szereti, ha van dumája a illetőnek. És ugye már titkokon láttam már ilyen videókat, hogy sokan azt szeretik, hogy van dumája, nem mindig az, hogy néz ki, jó, nyilván az is, de ha már jó a dumája, vicces, akkor már nyertelője van. Hát igen. Ez is igaz. De azért mondom, hogy én egyáltalán nem tudom, hogy lehetne az ilyet fejleszteni magamon, hogy egyáltalán, hogy legyen önbizalmam is. Úgyhogy én mondom, hogy ezért szoktam úgymond bánkolni, hogy írta, de is írta is a kommentelő, hogyha én próbáltam is úgymond kedveskedni, és mondani neki, hogy nem lehetne találkozó, vagy valami. De ugye, hogy csak úgy lett, hogy majd, hát akkor majd. Szóval ezért is van, hogy én. Ja. De hát mindegy, most ahogy mondta valaki, nem akarok mindig ezen silánkozni, csak hát úgy elmondom a fejleményeket nagyjából. Ja, mindent azért nem, mert ugye minden nem szabad. Megvan mindennek ugye a határa azért a dolgoknak, hogy miket mondok el. Ezért is mondom, hogy nem értem Ádám mobil égemet, és miért nem mondott. Pedig én is ugyanúgy elmondok mindent. Mármint én sem, vagyis hát én sem mondok el mindent, azért évek óta, még amikor kezdő videós is voltam akkor is, tudtam róla, hogy vannak olyan dolgok, amiről nem szabad beszélni. Még vélemény sem mondani, mert akkor baj lehet belőle. Úgyhogy szerintem mindenki nagyjából ezt tudja, ezt a dolgokat.
minden videós is, meg szerintem ja. Ez azért mondom, hogy hát, na. Jó kérdés. Arra felmondom, hogy mindegy, hát ez van, nem mondta, de nem akkor nem mondta. Na most ebben nem tudom mit tenni. Csak akkor nem értem, miért mondja mindig, hogy hogyha szeretek videót, mármint hogy Ádámok még mindig mondja, hogy szeretek videót, mély tőlem magad, azt akkor úgymond engemet nem is néz egyáltalán. De azért mondja ő is. Jó, hát jól esik, ha mondja, mert bíztat. Végül is így mondom azért, hogy bíztat égemet, hogy ne töröljem le magamat, ne menjek el, meg stb. Ha szeretem is csinálni. Mert azt én is valahogy szeretek videózni. Én mindig nem unom. Még hogyha úgymond unalmas kicsit. Már akiknek, de nem mindenkinek szerintem, hát kinek. Mi a unalmas? Hogy unalmas? Ja. Hát azért mondom, hogy szerintem olyan hosszú nem igen lesz a videó, mert mindent nem tudok így egyszerre elmondani. Főleg, hogy kicsit úgymond késésben vagyok, mert ugye már vagy fél órája elmentek Patrik. Azt, ja, fűréssel, meg stb.vel elment, eltelt az idő. Ja. Hát ez ilyen. Na jó, egy gyerek, közben megvárom, hogy biztos, aki játszik a Fortnite-tal, tudom, nem szeretik a Fortnite játékot, legalábbis vannak, akik nem. Vagy legalábbis, ahogy végig szerette volna, nem mindenki. De láttam, majd napon lesz valami újfajta season. Valami chapter 5, season 2. Na jó, mondom. Hát kíváncsi leszek, hogy már frissített is, 24 giga volt. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a fajta. Gondolom új fegyverek. Bár azt vettem észre, amikor azt írják, hogy új fegyverek lesznek, meg minden. Azt mégis vannak benne régiek. Nem értem ezt. Miért vannak akkor benne régiek? Ha új fegyverek. Például láttam az egyik Fortnite-os videósnál, nem GMI-nél, másiknál. És új update, és akkor új fegyverek, meg stb. Ezt nem is voltak benne új fegyverek. Ugyanúgy régiek voltak. Vagy nem jól tudtam volna az infót a videós, a Fortnite-os. Írta valaki, hogy a Windows 11-re jobbak a, ugye, a játékok. Hát én most egyelőre lehet, hogy maradok a Windows 10-nél. Már beállítottam mindent. És tudjátok, mi a furcsa? Ugye aki látta a Fortnite-os gameplay videókat, ugye a Dolby Studio, ugye mindig azzal szoktam felvételt csinálni a gameplay videókat. És ugye az asztali stúdiónál nem volt játékhang. Nem tudtam, hogy miért. Ugye az akkor ugye váltanom kellett a Synapse-ra a Windows 11-en. És érdekes, a Windows 10-en működik a OBS Studio felvétel játékon. Csináltam magamnak egy tesztet, de ott. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen komia gond mi lehetett. Pedig hát én tényleg szoktam úgymond elég sűrűn úgymond formázni a gépet, szóval még azt se lehet mondani, hogy valami beszart úgymond, vagy hogy mondjam, jaj, jelíts úgy a szó. Hát, nem tudni mi lehetett akkor vele, az OBS-sel. Bár néztem múltkor egy videót, hogy valaki például a sima OBS-sel szokott videózni, amikor nézegettem ilyen videókat az OBS-re. És akkor valaki azt mondta, hogy a sima OBS-sel, nem a stúdió, nem a sima. De én azt nem is találtam egyelőre, hogy azt hol lehet letölteni. De szerintem nekem jó az OBS stúdió. Ja, én meg vagyok vele elégedve. Amire én használom, hogy most néha feszek fel gameplay videót. Ja, meg visszatérve még ugye a Windows 10-re, hát nem tudom, nekem mintha jobban annál a Windows 10-en a Fortnite-ot.
Meg mintha kicsit jobban, mondom, picit, mintha több lenne az FPS is, vagy nem tudom. Azért mondom, majd fogok csinálni egy gameplay videót, Windows 10-el is. És akkor majd meglátjuk, hogy ott is, hogy megy a gameplay. Ja, aki persze érdekli az ilyen, mert nyilván nem, nem sokat, mindenki szereti a gameplay videókat. Inkább, ahogy hülyete is pont most olvastam, hogy legyen filovlog is. Ja, hát ezek szerint csak szeretik a filovlogokat, még ha semmiről is nem beszélek, ahogy mondta valaki. Az egyik, mit tudom én már kimondta, hogy fél óráig a semmiről beszélek. Hát ha semmiről beszélik, akkor nem igen néznének, nem? Szerintem legalábbis, hát. Ja. Milyen kis szép fiú lettem, mi? Bebbölt válkoztam, minden. Most már nem látszódik a... Ja, hogy megvágtam magam, egy kicsit siettem a borotválkozással. Ja, nem baj, hát. Rendben, más is volt, már megvágta magát, mert olyan volt. De azért már hajam is kezd nőni, mi? De hát még ilyenkor nem szoktuk levágni. Tudjátok, mindig akkor szoktuk levágni, amikor már úgymond nem bírom már, hogy hát, hogy mindig fésülni kell, már nem bírom, hogy mindig fésülni kell, meg igazítani. De még most egyelőre jó, nem? Még pont jó. Ja. Úgyhogy nem tudom még miről beszéljek, mert hát nagyjából amit akartam erről a csajos dologról végül is most már szerintem csak elmondtam mindent. Legalábbis, már jó, vannak olyan dolgok, hogy nem mindig jutnak eszembe minden dolgok. Ezért is persze néha-néha lenne jó gondolom felírni papírra, vagy valahova, hogy miről szeretnék beszélni, de hát nekem az olyan, nem tudom. Én azért szeretek így videózni, hogy majd valahogy úgy is eszembe jutnak a dolgok, nem? Meg végül, most például volt már olyan, amikor feltöltöttem a videót, akkor jutott eszembe, ó, nem, már még elő is akartam volna beszélni. Szóval ilyen is volt már. Ja. Hogy mit tudom én, mi eltelt vagy 10 perc, és akkor már, ó, mondom, na, mondom, jó van akkor. Hát ez van, úgyhogy vannak ilyen dolgok. Hát bízunk benne, hogy hát ha ebbe az újfajta Fortnite-os seasonbe, hát ha lesz olyan, aki majd nevemmel is fog venni Battlefast, hogy kell kiejteni, mindig nem tudom, Battlefast, vagy Battlefast, vagy a új skineket, ha valaki akarja, akkor megköszönném tényleg, ha nevemmel vásárolna, azzal is támogatna, de fogalmam sincs, hogy mennyit, tényleg nem tudom, mert még mindig nulla forint, nulla dollár mutat a egyenleg ez a Epic Games oldal, ahol mutatja, hogy jött értékesítő titkokon az új Tetyó Live War. Ez a neve. Nem én mondtam, mert ugye az a neve. Vagy ismerszi. Ja. Na mindegy, azt. Arra felmondom, hogy még mindig nulla, meg akkor nekszerű senki. Jó, hát ahogy mondtam, semmi se kötelező, a lét is lett már mondva ez. De kíváncsi vagyok azért, hogy ez a Epic Games, hogyha valaki úgymond a nevemmel vásárol, akkor én mennyit kapok. Bár én pedig, amikor múltkor ugye kaptam ezt a nagy támogatást, ugye abból vettem, ugye ezt már mondtam, hogy vettem ugye Fortnite skint, 5000 V-Back-ot költöttem el, ugye 11000 forint volt. De hát nem mondta a srác, ugye, ahogy mondtam akkor is a videóban, hogy mire költsem. Gondolom szívem jog, amire szeretném. Mert ha oda van írva, például amikor Bootko oda volt írva, hogy gépgyűjtés, akkor nyilván nem költöttem el, hanem kiváltottam, és akkor el lett téve a 150 000 forint mellé. Ja. De hogyha nincs odaírva végül is, hogy mi le, akkor nyilván akkor nem. Akkor azt jelenti, hogy végül is, hogy amire szeretném költeni, akkor arra.
Jó, hát kinek mi a hasznos, és ki mit vesz a támogatásból? Tudom, hogy van a legtöbb videós, ugye, a úgymond a stúdióra költi, ahogy szokták ezt mondani. Tehát mégis nekem már meg úgymond szerintem minden megvan hozzá, ugye most már másik monitor is ott van, mikrofon is, hát nekem végül is jó, annyi, hogy majd tervezek, akarok egy most már, nagyon szeretnék már egy ideje. Bennem van, hogy akarnék ilyen billentyűzetet. Hát nem tudom, milyen billentyűzetet tudnátok esetleg ajánlani, ami nem drága, mert ugye jön majd a játék, az nélapomra nem tudok már venni, mert akkor esetleg majd a húsvétra, vagy nem tudom. Mert ugye ez a olcsó fajta béletgyűjtetem van, mit tudom én, hát ilyen Tesco-s fajta, olyan olcsó, tudjátok, nem világi, semmi, mechanikus, vagy mik vannak. Mik ezek a... Nem is lehet látni semmit. Tédé-tél. Látjátok? Hát ez olcsó fajta. Ja. De én ezt szeretem, ezt a fajtát, aminek így ez a normál, ez a hagyományos normál, régi fajta stílus. Ről ilyenbe gamerbe billentyű, ami így néz ki. Csak gamer billentyűbe, hogy biztos vannak ilyenek. Mert láttam már olyan billentyűket, ami nem így néz ki, hanem ilyen furcsa volt. Mondtam is, hogy hát nekem az nem tetszik. De már ideje lenne már valami gamer billentyűt is beszervezni, ha már van gamer PC-m. Már 2024 van, hát azért csak ideje lenne már valamilyen gamer billentyűt. Ha nem is, hogy drága, de mégis valami ilyen világítós, mert néha zavar, hogyha este valamit írok, vagy valami, ugye azt akkor nem látom. Vagy fel kell oltani, vagy valami a villanyt, ugye, vagy telefonnal világítok, mert ja, olyan rossz így. És ennyiből úgymond irigylem azokat, akiknek van olyan jó kis billentyűzük. Az arra felmondom, hogy majd, ha lesz rá lehetőségem, pénzem, akkor inkább most én arra fogok, azt fogok majd tervezni venni, de hogy miért, még mondom, nem tudom, mert egyáltalán nem értek hozzá. Nekem ugye ez a Genius DX egér, ez nekem tökéletes, ugye ez van, az a baj, nekem a egelekkel, a gamer egelekkel csak a baj van. Ugye erről is már régen beszéltem, hogy próbáltuk már, kétszer is próbáltam ezt a Sleeves, vagy a Leavers, Leaver 3-at, de nekem az nem adja, mert fáj tőle a hüvelykújjam. Ja, úgyhogy nekem marad ez az egér, ez a nem gémelegér, hanem ja, a Genius DX110, a leírásban benne van, de ja, ez a neve, úgyhogy ja. Úgyhogy billentyűt kéne majd egyszer valamikor valamilyet, nem tudom, már láttam már, hogy a TikTokon mindig feldobja, hogy ilyen mechanikus billentyűzetek vannak, meg mit tudom én, mi a neve. De hát aki nyilván ért hozzá ezekhez, hogy mi lenne jó nekem, ami mit tudom én, hát nyilván 10 000 felett nem kéne lenni, azért 10 000 felett nem igen tudnék költeni le. Mert ha a butel, vagy ha esetleg ad is húsvétra pénzt, akkor max. Egy 10-est ad. Általában egy 10-est szoktam kapni. Ja, úgyhogy csak vannak 10 000 jó, ilyen, hát inkább 8 000 forint, mert ugye a házhozszállítás is, ha olyan, akkor az is 1 500 vagy 2 000, mikor attól függ, hogy hol. Hát az a baj, 8 000-ét. Necces, hogy gamer billentyű van-e, ami még úgymond jó, és engem amúgy nem zavar, mert ugye vannak olyanok, hogy hallottam már, hogy valaki zavar, hogyha hangos ez a mechanikus billentyű, vagy ha, hogy jól mondom a nevét, hogy hangos, engem nem zavarna. Csak végre legyen nekem is egy gamer billentyűm, azt jó van. Mert én is már rá, mondom, annyira jó, amikor hallom, hogy írkálnak, és akkor jó, ilyen hangukat ad ki. Én lezúnak is olyan volt, azt tudom, valami mechanikus, azt ami gamer billentyű, annak is volt. Vicces volt mindig, amikor ékált vele. Ja, úgyhogy meg annyira nem zavarna, hogyha... Csak közben láttam írt bátyám, hogy mi hangos, csak lényeg, hogy valami végé. De ha le van
Javsz az elejét, ha kis, akkor az is jó, de ha nincs, akkor nem baj, az a lényeg, hogy van gamer billentyű olcsón. Újonnan nyilván, mert tudjátok, én újonnan szeretek vásárolni, és sem, én nem, valahogy a használt cuccokban nem bízok. Az egy dolog, hogy én is adtam már ne használt cuccokat, amit én adtam el, de hát én tudom magamról, hogy én nem vágom át az embereket, mert én tudom jó, hogy amit én eladok, az jó. Mint a Pocó F3, vagy a PlayStation 5, ugye. Meg amiket már adtam el, tabletot is, meg ó, adtam már én is pár dolgot, de nem paraszkodtak, szóval, ja. Na mindegy, arra felmondom, amikor írta a szemléhe a kopó, hogy tudna ajánlani GoPro-t, ami van neki, nem tudom már milyen GoPro-t ajánlott, hát, de mondtam neki is, hogy és sajnos használt cuccokat nem merek venni. Pont emiatt. Nem tudom, hát. Jó, nyilván, de, na, mindegy, hát az a lényeg, hogy én csak is újonnan, én eddig csak, tényleg az életemben, amiket vettem, soha nem vettem használtat. Úgyhogy, az képest már 26 perc vagy a videó, hogy azt mondtam, nem biztos. Hát, arra mondom, nincs olyan időérzékem, ahogy szokta mondani valaki, hihetem már egyszer. Hát nem tudom előre, na, ez valamint az időjárás se tudja mindig előre megmondani, hogy azt hittem, hogy milyen idő lesz, nem mindig találják el, azok se. Ja, például tegnap láttam, írták, hogy mai nap sok-sok napsütéssel lesz idő, és mégse lesz sok-sok napsütéssel, inkább ilyen bulús, ez én mondom, azok se tudják mindig eltalálni, és se tudom mindig előre megmondani, na akkor rövid lesz a videó. De végül után mégis. Ja. Úgyhogy. Közben itt igazítom a nadrágot. Az a gondolkozom, hogy menjünk-e még egy cikit, vagy nem. Mert nem tudom, hogy bátyám mikor jön, mert ilyenkor pénteken hamarabb szokott jönni. Ő is haza. Ja. Nem mindegy, az a lényeg, hogy majd ezt tervezek, gamer billentyűt, valami mechanikust, vagy amilyet tudtok ajánlani nekem, ami 8-10 ezer, itt maximum 10 ezer. Mert jó, hogyha például e-magon venném, akkor ugye ott van az, hogy Fox automata, az a csomag automata, ott meg ingyenes, ugye. Csak érte kell menni és kivenni. Végül is, ja. Amíg mondom, ha még max 10 ezer, 9 ezer valamennyi, ha tudtok valamit ajánlani, és akkor majd megnézek őket, azt majd. Csak reméljük, hogy majd kapok is nyilván húsvéti pénzt motortól. Tavaly még kaptam, hát hogy ma még fogok-e, nem tudom. Ja, bár mondom, itt lesz mindjárt a 4 napom is. De hát ugye az már kilőve, abból már no. Na jó, jaj, de megijedtem. És itt én kapcsoltam. Ja, meglátjuk, ha meleg lesz, hogy ide értékére. Juha. Félős. Meglátjuk. És látjátok, hogy megint hangoztam a szelfifotot. És megint jól esik tartani a telefont. Pedig már fogadtam, nem fogom mondani, hogy jaj, mikor hozom a szelfiútot. Most megnézik így, ha leülök, itt milyen a fény viszont. Hát, elmegy. Most már jó kis kék szofiszia van. Na, ez jó cigi. Ez a legjobb dohány. Kék szokit ajánlom mindenkinek, aki dohányzik. Aki töltött szív. Ú, az a legjobb. De ezt már ugye mondtam. De úgy nem értem például Ádám Ubét is, hogy ő nem szokta előle megtölteni sose a cigit. Vagy max, hogyha még dolgozni. Mert például otthon van, akkor látom mindig megtölti a cigit. Hogy nem tölti meg előre, pedig szerintem az a legjobb, hogyha előre meg van töltve. Ja.
Én mindig úgy csinálom, ugye ezt már mondtam szerintem, hogy ugye amennyi összejön 3-4 dobozzal, ugye van ez a cigitartó, ugye már mondtam, azt akkor ja. Na, már itt volt el 10 perc, és itthon vannak, akkor jó. Mert néha mondtam, neki szokta élni, hogy ha olyan, akkor mikor vannak, de nem mindig élja. Akkor pont belefelé még nem kell sietni. Mit akartam, hogy én azt álltam, előre meg van töltve. Régen is nem értem, amikor ittam, miért nem töltöttem meg előre, mert ugye régen mindig úgy volt ez a cigi töltés, hogy ha ittam, akkor mindig vettem akkor volt a cigit. Ugye akkor még 1000 forint volt. Milyen jó volt, akkor 1000 forint meg akkor volt. Még volt ugye a kék vászló, vagy kék bond, akkor még 400 valamennyi volt. 420 forint. Van már meg 2000, mit tudom én mennyi, 3000, vagy a 2300 körül van egy doboz, hát inkább felállok, mert így ülve nem jó tartani a telefont. Ugye ezt is meg itt jobb a fény viszont. Úgyhogy, hát ezért is már nem is, ugye meg ugye bementem már ezt, hogy én már nem veszek már boltit, mert ezek a mai boltik már nem olyan, mióta más csomagolásban, minőségben, vagy hogy mondjam, már nem olyan. Más az íze, mindegyiknek ugye egyforma. Hála Istennek még a töltött cigiknek még tényleg jó. Azoknak még jó, remélem, hogy belad is. Ja. Nem, én mondom, én már nem veszek. Így előre megtöltöm. Így a legjobb is, akkor így. Vagy 4 napig durván elég az a 3-4 doboz. Hát, ja, 3-4 napig elég szokott lenni. Nem értem, hogy egyesek miért nem. De nem csak úgy álltam, mert láttam már másokat is, hogy nem töltik meg előre, vagy csak akkor töltik meg, hogyha mennek valahova. Jó lehet, nyilván. Hogyha otthon vannak, akkor úgy vannak vele gondom, minek töltsék meg előre, de hát szerintem én legalábbis én úgy mondom, hogy az a legjobb úgy. És akkor nem kell vele úgymond kírolni, hanem mennyi. Ugye ezt a nagy csomagot szoktuk venni, vagyis hát vatelék. Fél óra, 40 perc alatt megtöltöm. Legyen 40 perc, 45 inkább. Hát most 40-45 perc alatt megtöltöm az egészet. És akkor 3-4 napig van, nem kell tölteni állandóan. Nem jobb így, szerintem. Na mindegy, hát ki hogy csinálja, csak így beteket így elmondtam, hogy én szerintem így jobb, tehát na. Úgyhogy hát akkor még ahogy elkezdtem a videót, hogy már még mint most jönnek, nem sokába terek. Még nem akartam, mert mondom, elkéstem már mondom vele. A dolgokkal mondom. Mindegy, hát. De végül hál' Istennek csak volt. Mint őnál még. Az a lényeg, nem? Na jó, vagy gyerekek, hát szerintem mindent elmondtam, remélem. Most tudom, hogy még van idő, de hát már mindent elmúltam tényleg, szerintem. Ja. Úgyhogy jó hétvégén, mert szerintem hétvégén már nem igen jelentkezek, nem tudom előre, inkább így mondom, hogy nem tudom előre, de nem igen jelentkezek már hétvégén, ha csak valami nem történik, ugye, akkor esetleg ilyen bejelentő videó, vagy bármilyen, ahogy szoktak lenni. A szobámból, hát húmásul, ha meg nem lesz, akkor nem. Max majd esetleg majd talán gameplay videó, ugye, amit mondtam, Fortnite, hogy a Windows 10-zel is ugye majd leteszteljük, hogy hogy megy. Úgyhogy, ja, na ennyi. Hú, kiszállattam, pedig videó előtt direkt ittem egy pohár Mánaszölpöt. De hát, most megmértem magamat, még azt elmondom, ha van még a cigimből. Megmértem magam, 135 egész.
8 voltam. No. Lementem, hogy 2 kilót, mert ugye valami 137 egész, valami 7 vagy 8, hogy mennyi voltam. És most 135 egész 8. Na. Gyerekek maguk. Hát utoljára akkor voltam ennyi, vagyis hát 134 voltam, ugye amikor kórházba voltam, a lábam miatt. Ja, 2,5 hétig ugye ott voltam. Ugye ott ugye nem olyan kajákra voltak. Jó, hát volt, hogy sunyiba ettem, amikor fatalék hoztak ilyet, meg olyat. De attól függetlenül tényleg alig ettem akkor, és pedig semmi tolla nem volt, tényleg. Csak a kaja, tényleg, ahogy szokták mondani, nem muszáj edzeni. Csak nem mindegy, mit teszik az ember. Ezt már ugye beszéltünk ott erről is, hogy tényleg nem az a lényeg, hogy nem, úgy mondta, nem csak a tolna, jó az is, meg a edzés, meg stb. De főleg a kaja, hogy mit teszik, mennyit, meg hogy. És hogy ugye alig ettem, és lefogytam, vagy 8 kilót. Mert tudom, mert 138, vagy 139, vagy nem. 141 voltam, vagy 142, igen. És 134 valamennyi. Azért mondom, hogy tényleg nem az számít, hogy az is számít, na, csak kaja is. És akkor azért mondom, hogy fú, már 30 perc vagy a videó. Nagyon van, tényleg elköszönök, úgyhogy tényleg jó hétvégét most már. És további szép napot. És jó. Mondom, jó hétvégét is. Még egyszer boldog nőnapot. Zoltán napot. Tűnbúr. Most már megyek, gyerekek, nem húzom az időt. Vagyis eddig se húztam, csak elveszígettem egy kicsikét, mi? Ja. Reméljük, hogy most már tudok Fortnite-ozni. Jaj, ez a lényeg, mi? Fortnite. Hát abban nem csak hát. Mi csinál, mit csináljak, mi? Hát ja, a munka lenne a legjobb. Nyilván. Na jó van. No, köszönöm mindenkinek, és ha tetszett a videó, akkor köszönöm a lájkot. Sziasztok, gyerekek. Goodbye. Ooh.